Köszöntünk mindenkit a mai nyitott ablakban. Sziasztok! Olyannyira kinyitottuk az ablakot, hogy kisétáltunk egyenesen ide, a Városligetbe, ezt elteszem mondjuk ide a zsebembe. Nagyon kíváncsi, micsoda színei vannak ennek. Csodálatos, irizáló maszkom van most. Ez nem a kultúrreceptes, úgyhogy nem reklámozom. Melyik? Inkább. Szóval István, elkezdődött az új év. Hogy érzed magad? De én nem érzek semmilyen változást. Fogadalmam nincs mihez tartanom magam, úgyhogy jöjjön, aminek jönnie kell. Mi fog jönni szerinted 2021-ben? Egy munka biztosan vár egy másik színházban rám, ennyit tudok. Ami 100%, hogy a többi mi lesz, azt nem lehet tudni. Olyan nehéz most ebbe egyébként belegondolni. Áruljuk el a nézőknek, hogy kiválasztottunk erre a hónapra egy témát, méghozzá a Borsószem király kisasszonyt. Uh-huh. Azért szeretem ezt a királyi többest. Miért? Hát együtt választottuk. Hát mondjuk igen. Nem csak veled választottam, hanem vannak remek háttérdolgozók, akikkel együtt még gondolkodunk azon, hogy ja, lehetne a kultúrreceptben. Én azt hittem, hogy ez csak a te ötleted volt. Nem. Tényleg. Nem az én ötletem volt, hanem képzeld el, hogy nagyjából hatan alkotjuk ezt a csapatot, a kultúrreceptet, tehát ez nem én vagyok feltétlenül. Értem. Lehet, hogy az én fejemből pattant ki maga a gondolat, hogy legyen egy Zeus ilyen. Zeus fejéből Pallas Athéné, te. Ilyen gondolatok pattognak a fejemből. De valóban rengeteg. Állományod. Igen, de hogy vannak barátaink, akik ebbe besegítenek. Na de, ez a Borsószem király kisasszony fogja ezt az egész hónapot tematikusan meghatározni. Igen. És azért választottam ezt a történetet, mert azt gondolom, hogy több szempontból lehet vizsgálni magát a témát. És veled egy kicsit azt a részét szeretném kibontani a Borsószem király kisasszonynak, hogy kényesség, nyafkaság, olyan dolgok, amiknek nehezen állunk neki, megvan-e az értelme, vagy van-e értelme feladnunk önmagunkat, önmagunk nyafkaságát valami jobbnak az oltáron feláldozni? Hogy gondolsz te erre? Mindig a gyerekkorból próbálok ilyenkor kiindulni, hogy mennyire vagyunk elkényeztetve. Hogy a neveltetésünk, hogy milyen volt. Mert azok állítólag 16 éves korunkig formálhatóak vagyunk, és azután már nem nagyon. Az, hogy neked, te hogy szocializálottál, és hogy a te agyadban mi van beültetve, berakva, az 16 éves korodik eldől, és ahogy te nevelve vagy, azt így viszed magaddal, és próbálod levetkőzni, próbálsz például, hogyha nem egy olyan közegből jössz, hogy sokat olvasnak, vagy sok komoly zenét hallgatnak például, próbálod te behozni a lemaradásodat, de az mégsem ugyanaz, mint hogyha abban nőttél volna fel. És szerintem az elkényeztetettség is valahogy innen datálódik a gyerekkorunktól, hogy valakinek tudod, minden a segge alá van rakva, hogy nagyon drága telefon például, vagy hogy a gyerekkortól most már olyan dolgokra tesznek szert a gyerekek, amiről mi csak álmodtunk. Vagy még álmodni sem mehetünk. Hiszen még nem is voltak ezek a csodás dolgok. Egyáltalán nem szeretnék most a modernkor ellenbeszélőnek tűnni, mert azt gondolom, fontos, hogy ebben is fejlődjünk. Tehát egyáltalán nem akarom ezt a bezzeg a mi időnkben erősíteni, mert valóban egy gyerek nem engedheti meg magának, hogy ne legyen képben aktuális dolgokkal. Jó, csak azt szerintem így, mert nem tanulja meg azt, hogy igazán harcoljon dolgokért, és hogy lesz neki így céljai egy gyereknek. Vagy hogy minden könnyen megkap, vagy majd én valahogy azt gondolom, hogy valahogy az életében is úgy alakulnak, mert minden az ölében hull, ha sikerül, de hogy maga megtesz-e befektetett energiát. Meg bizonyos lépéseket uh-huh. azért, hogy valami történjen vele. Nem azzal van a baj, hogyha egy gyermeknek mondjuk meg van mutatva ez az oldala is, mert elkerülhetetlen. Én ezen egyébként rengeteget gondolkodom, hogy egy szülő felelősségteljesen mikor dönt, akkor jól, ha megvan a gyermekétől mindent, uh-huh. mindent, tehát nem adja oda a telefont, nem kezdi a nyomkodni. De közben meg könnyen nincs gyerekünk. Igen, ezt akarom mondani, hogy ezen én is sokat gondolkodom, hogy a majdani gyerekemmel mikor teszek jót. Uh-huh. Vagy akkor teszek jót neki, hogyha reggeltől estig üvölt a kaláka, ami most teljesen jó értelemben mondom, hogy üvölt a kaláka, és akkor bulizunk rá, néptáncolunk, olyan dolgokat csinálunk, amiket én is csináltam gyerekkoromban, játszunk, babázunk, nem tudom.
miközben majd bekerül egy közösségbe, legyen az bölcsőde, óvoda, aha, általános iskola alsó tagozat, ahol meg majd találkozik azokkal a gyerekekkel, akik tulajdonképpen mobiltelefonnal a kezükben nőttek fel, igen, hogy elvehetem-e azt a tudást ilyen áron a gyerekemtől, hogy ne üljön folyamatosan képernyő előtt, meg ne legyen még képen. Állandóan ezek a mozdulatok, igen, hogy vécére se tud úgy elmenni egy gyerek, hogy ne ezt nyomogassa. És hogyha ezt megvonod egy gyerektől, vagy hol csinálod azt a jó határt? Egyébként Huzella Julival is fogok majd beszélgetni ebben a hónapban, uh-huh, pontosan ilyen témákról, meg illetve majd arról is, hogy egy borsószem király kisasszony az hogy tud a mai világban boldogulni. Uh-huh. Egyébként ezt tőled is meg akartam kérdezni. Mert hogy ez is egyfajta borsószem király kisasszonyság, hogyha az embertől ezeket a dolgokat megvonják, meg nem adják meg neki a lehetőségét. De én magam nyelvére, buborék, magam élete, hogy nekünk így nagyon kimaradtak ezek a számítógépes játékok, meg akkor voltak ezek az olyan játékok, amit a tévébe be lehetett dugni, és akkor lehetett játszani. Nem tudom ezek mik. Szóval, hogy annyira nem volt ilyesmi nekünk se véve, se engedve, hogy annyira kimaradt, hogy én ezekkel mai napig nem tudok mit kezdeni, nem köt le, sőt idegesít, hogy azzal valamit kéne, hogy nem így szocializálódtam. A számítógép is kimaradt az életemben, és nagyon sokat killottam vele a gimnáziumban. Én tudom, hogy egyszerű dolgok, és nem értettem hozzá, és mire én megtanultam, meg logikusan összeraktam a dolgok, nagyon béna voltam hozzá, tényleg. Na, de hát ez akkor az, amiről most tulajdonképpen beszélünk. Igen. Hogy nem lehet ezt kivonni teljesen egy mai, igen, gyerek csak életéből. Igen, pont az átmeneti időszak voltam, hogy még nem mindenkinek volt ilyesmi otthon, és már soknak volt. Hát igen. Egy szerencsésebb gyereknek mondjuk, akinek olyan foglalkozású volt a papája, mamája, hogy... De igen, de a számítógép és a játék a Nintendo között azért van különbség, vagy hogy játszani rajta, vagy tényleg olyan dolgokat intézni, ahogy e-mailezni, vagy Excel táblázat, ami meg fontos az életünkben. Jó, de most ilyen nagyon begyöpösödöttnek fogunk tűnni, hogyha ilyenekről beszélgetünk, mert így közben meg azt gondolom, hogy mindenki számára, vagy hát a nem is tudom, az emberiség 90%-a szerintem már, de még a nagymamák is lassan ott tartunk. Persze. Na jó, de akkor most érjünk rád. Te hogy állsz ezekkel a dolgokkal? Azt a múltkori adásban, a kettővel ezelőttiben, a bemutatkozóban elmeséltük már, hogy neked nincsen Facebookod, te nem vagy különösebben jelen ezekben a közösségi médiákban. De közben, médiákban. Ahogy a telefonomat, meg az internetet folyamatosan használom. Én ezen keresztül tanítok Viber videón, vagy Skype-on, vagy Zoom. Szóval ezeket mind használom, szóval kénytelen voltam megtanulni és alkalmazni, mert most nem tudok máshogy tanítani például. Ott kezdődött a történet, hogy? Igen. Istvánnak? Hát lejárt, 2 éves szerződés, telefonos szerződés lejárt, és akkor úgy gondoltam, hogy akkor kéne telefont váltani, és én eleve már ilyen 1 hónapja vagy 1,5 hónapja mondta az Ági, hogy nélküle ne menjek, mert ő rá kell beszélni, hogy egy más típusú telefont használjak, és hogy azt már igazán meg kéne tanulnom, és akkor hogy arra át kéne állni. Igen, mert hogy az Istvánt is megpróbálom modernizálni. Olyan modern leszek, hogy nem bírsz majd velem. Igen. Na, és mindegy, és akkor eljött velem a telefontársasághoz, és akkor ott lebeszéltük, hogy mit lehetne vásárolni. Igen. Hát mondtak neki mindenféle ajánlatokat. Semmit nem értettem. Mint hogyha latinul beszéltek volna hozzám, de így bólogattam meg. Tudomásul vettem, és akkor adtak egy árajánlatot, és azért előszedtem azokat a kártyáimat. Mert hogy... lehet, hogy nem technikai zseni, de az biztos, hogy eladni el tudja magát. Egy és színész akkor... is manapság. És mondtam, hogy színész vagyok, én nagyon nem értek az ilyen dolgokhoz. Segítsenek már meg engem, meg annyira jó lenne, hogyha valamilyen támogatást kaphatnék. Én, mint színész, hogy a Covid ideje nem, alatt... Nem, azt mondta egész pontosan, hogy szeressenek engem már egy kicsit. Szeresse... reklám, nem mondhattam ki. Miért nem mondhattam? Nem a tévében ülsz. Próbáltam, nem a reklám helye. Na minden, nem akartam kimondani. Na, na mondd el akkor telefontársaság nélkül. Na igen, a telefontársaságnak mondtam, hogy szeresse már, annyi éve hozzájuk tartozom, meg már szeressenek egy kicsit. Színész vagyok, nem tudok úgy dolgozni, nem annyi a fizetésem, hogy támogassalak már egy kicsit. Szóval sírtam egy kicsit a számmal. És azóta várom a telefont, hogy majd valami árajánlatot. Hát várta a telefont, visszamentünk a megbeszélt időpontban tegnap. Igen. Sajnos az a hölgy nem dolgozott, aki ezt az árajánlatot beajánlotta neki, vagy de ma állítólag hívott. Na és most jön a slusz poén. És mondták, hogy majd ma hív, és fel akartam venni a telefont. Még félállomban voltam, így gyorsan hirtelen felkeltem, és
nem tudom, hogy megnyomtam a telefont, és akkor a fülemhez raktam, és azzal ki is nyomtam. Úgyhogy hát így kaptam árajánlatot, aztán visszahívtam, a mai napig, hogy visszahívtam őket, de állítólag majd visszahív ez a hölgy, aki majd árajánlatot tesz nekem, de mostanáig várom, hogy majd lesz egy ilyen. Igen, de azért vagyunk ma kint a Városligetben, mert lehet, hogy én nem vagyok annyira köbüki, viszont annál inkább lusta. Nem vagyok erre büszke, de nem vagyok kifejezetten sportember. És István azt ígérte, hogy ma megtornáztat engem. Na most itt bolyongtunk. Nem találtuk a egy órán keresztül. A felnőtteknek szóló... Azt csak hagyján, hogy nem találtuk, mert én most már innen látom is, hogy hol van. De cserébe találkoztunk, vagy 6 darab piros kis traktorral, aki nem hagyta... Jó kis traktor. Nem hagyta, hogy normális körülmények között vegyük fel ezt a mai vagy adást. Aztán a kutyák, akik üldözték a labdákat. Vagy volt még egy még kellemetlenebb, az a nagyon gyorsan hajtó zöld traktor. Igen. Szóval lényeg az, hogy egy padot sikerült itt kibérelni magunknak, mögöttünk a csodálatos Vajdahunyadvára. Úgy voltunk vele, hogy legközelebbi adásban sportolok. Majd addigra megtaláljuk. Igen, Ági. Meg kéne találni azt a sportot, ami téged boldoggá tesz. Na most következek én. De nem. Én is nagyon nehezen vettem rá, de amikor elkezdődött a Covid és karanténban maradtuk, akkor rávettem magam, hogy vannak ilyen futós időszakaim, és most én a március óta tényleg futok, heti 2-3-szor biztosan. Jó, most itt vagyok én is élő céltáblaként, elmesélheted, amikor egyszer elvittetek görkorizni a Danival. De hát ezt egész jól csináltad. Nem a görkorival volt a probléma, hanem az odafele út. Ja, bicikli. Ja, igen, hát úgy biciklizel, mint egy 3 éves, aki éppen tanul biciklizni. Hát ez így van. Döbbenetként ért, de én nem pofáztam annyit, mint az urad. Ezt adjuk. Nem is ez a fontos, hanem hogy nem tudok biciklizni. Na nekem például a sport az, amire nem vagyok büszke, nem vagyok ügyes a sportokban. És folyamatosan az járt a fejemben, és ez látod egy jó kérdés megint, itt az év elején. Hogy a fenébe tudja magát motiválni egy ember, akiről a környezetében, a tanároktól, a barátokon át, a családján keresztül mindenki folyamatosan elmondta, hogy egy sportokbéli antitalentum. De én sem voltam. Itt például a labdajátékok, azt kimondotta, én annyira koordinálatlan tudok lenni, hogy a labdajátékok annyira bosszantott, hogy itt vagyok 192 centi, és én nekem a kosárlabda, meg a röplabda, szóval hogy ezek olyan, mint hogyha tényleg számítógépezni kéne, szóval hogy nagyon nem, és nagyon szégyeltem magam emiatt, hogy nekem a labdához semmi. Egész életemben béna voltam sportokból. Uh-huh. Tulajdonképpen nem sikerült egyetlen egy olyan készségre sem szert tennem a sportokban, amire azt mondták volna, hogy talán a gimnasztika még egész korán, gyermekkoromban, egész pici gyerekként, akkor jó voltam gimnasztikából, de a színpadi mozgásban ügyes voltam, vagy abban ügyeskedtem mindig, tehát hogy ilyen bukfenc, meg mit tudom én, fejen állni, ketyegni, meg hajlékonynak lenni, ketyegni. Az ítelje, ketyegni, hogy azok így jók. Viszont nem tudtam soha kiteljesedni egyetlen egy sportágban sem, ami ügyességi dolog. És mi végtelenül zavart főiskolás koromban is. Sem. Na de várjál! Ha arról volt szó, ha már készség, mert szerintem ez egy készségtárgy. Uh-huh. Hogy lehet osztályozni egy testnevelést? Bocsánat. Tehát, hogyha az énekórán mindenkivel elnézőek vagyunk, mert igyekszik, és általában a zenetanárok baromira kedvelték azokat, akik legalább igyekeztek, én akármennyire is igyekezhettem, nem kaptam jobb jegyet, mint 3-as. De látod, ez tényleg borzasztó. Ez borzasztó. Tényleg a testnevelésben. Hiába igyekeztem, de nem kaptam meg a jobb jegyet. Érted, hogy pedig nem hozzám képest, igen. A képességeimhez képest én szerintem mindent megtette a labdajátékokban, és hát sajnos. Hogy hívják ez, medicinlabda, amit itt dobálni kell? Azt is, tudod, igen. Ilyen nehéz gránátdobálás, nem is medicinlabda. Az nem medicinlabda. Az a gránát. Na, hát volt olyan osztálytársnőm, aki átdobta a szomszédiskola udvarára egy ilyen baromi hosszú udvar, mint hogyha innen, oda egész a házig, itt az most nem látni. A gimnáziumban. Átdobta a szomszéd szlovák gimnáziumnak az ablakát ütötte be vele, ami egy jó nagy távolság volt. Azért nem tudtam messzebb hajítani, mert ott volt az a szerencsétlen szlovák gimnázium. Egyébként eldobta volna, érted, a Jókai Színházig. Na, de most szerencsétlen az a gimnázium. Én ehhez képest én fejbe vágtam a nem tornázókat, mert én nekem valahogy a kezem csak hátrafele vitt mindig. Tehát én ennyire voltam béna.
Igen. Egyébként pont a gimnáziumban, ne legyek ilyen kegyetlen, ott a tanárnőm kifejezetten ráállt arra, hogy tudott engem motiválni, tehát, hogy ő de például... Szerintem az is a dolgok, hogy motiváljanak. De nem adott rossz jegyet. Én a főiskoláról beszéltem, aha, hogy bármit megtehettem, én mindig másokhoz képest voltam, és nem saját magamhoz képest voltam értékelve. Ezzel, megmondom őszintén, sokszor elvették a kedvemet, mert nem lehet egy éltáncoshoz engem hasonlítani, aki nem voltam, nem a balettiskolában nőttem fel. De az, hogy én ott voltam, és minden áldott nap kőkeményen gyakoroltam dolgokat, azt nem számított semmibe. És ez nagyon rossz, szerintem. Szóval, hogy most itt az új év, akkor én motivállak téged az új telefonra, mert hogy akkor azt elintéztük. Hát csak megkapom az árajánlatot. Nagyon remélem, de hogyha nem vágod rá a nőre, nem vágod de rá. De nem direkt volt, nem érted, hogy én föl akartam venni? De hogy akartad, még akartad húzni az agyát. Nem. Szerintem biztos ez volt mögötte. De hogy akkor a visszatérve Borsószem király kisasszony vagyok, nem jó ez nekem, szeretnék rajta változtatni, erősödnem kell. Úgyhogy ebben te leszel a mentorom, én pedig téged a technikai utakon elindítalak. Jó. És akkor nagyon sok vicces történet fog kerekedni, a műsor biztosan, pedig soha nem fog, soha nem fog az unalom lehet, szélére keveredni. Lehet, hogy megmutatom, hogy csinálom ezeket a dolgokat. Nagyon jó lesz. Szerintem is, megtanuljuk. Sőt, legközelebb már 3 kamera állásból tudjuk felvenni. Az biztos. Hiszen a te telefonoddal is fogom. Sőt, kameraman lesz. Szerintem megtanítom az István. Figyeljetek, szerintem az lesz a következő, hogy István fog selfie-bottal rohangálni. És ő fog rögzíteni. Megtanítom neki, komolyan mondom. Te ezt komolyan mondod? Abszolút. Hát akkor... Csapj ide. Hát legyen így, hát majd legyen meglátjuk. Legyen így, és én pedig akkor cserébe, nem tudom, kitalálsz nekem valami sportgyakorlatot, amit meg kell csinálnom minden nap. És azt is prezentáljuk. De nekem elég, hogyha múltkor mondtad, hogy a Béres Alexandrát előveszed, és aztán majd arra ugrabugrász. Csináld. Béres Alexandrát? Igen. Jó. Hát az is elég, hát mondom, hogy mindenki a saját kedve szerint csinálja ezeket a dolgokat. Hiányzik a kondíció, igen. Azért attól, amikor az ember, nem akarom erre kibeszélni magam, de azért, amikor az ember folyamatosan kondicionálja saját magát azáltal, hogy színpadon van, dolgozik, csinálja, legyaloglunk, ki tudja hány kilométert egy próbán. Meg egyben kéne javítani a tartásodon. Hát igen. Akkor ez lesz nekünk tartásodon az új évi. Tartásodon nagyon kéne. Mit állapítottál meg múltkor? Túl hosszú a felső testem. Nem, a törzset hosszú. Hát túl hosszú a törzsem a testemhez képest. Igen, a lábaitól, meg az egészhez képest, igen, hosszú törzsű vagy. Sajnos, ettől van egy nagyon rossz tartásom is, X lábam. Nem, az zavart például, amikor én Pestre kerültem, a színházba, és mi ott stúdiósnak lettünk felhívva, de dolgoztatva is voltunk, és én tényleg se fúrógéphez, semmihez nem értettem. Pedig az én édesapám egy ezermester, hogy szóval, ami a kezébe van rakva, ő megszereli, megjavítja, villanyt, kábelt húz be, meg mindent megcsinál, szóval, hogyha szétszed egy magnót, akkor összerakja és megjavítja, és se a bátyám, se én semmi ilyesmihez nem értünk. És amikor ide kerültem Pestre, hogy fúrógép, hát mondom, életemben nem volt ilyen a kezemben, és akkor néztek rám, mint az UFO-ról, ez a szerencsétlen, hülye, elkényeztetett béna, hogy ki bár ez, aki mindenre azt mondja, hogy ezt se tudom, meg azt se tudom. Hát kellemetlen volt. És a mai napig ez olyan dolog, hogy például egy használati utasítást kinyitok, IKEA például, akkor eljutok a második oldalig, kétségbe essem, nagyon ideges leszek, és felhívom a Rétfalvi Tamás barátomat, a Tomikám, gyere el, és rakd ezt össze nekem! És olyan, ahogy őtőle kaptam, nem tudom, hányadik születésnapomra, azt hiszem, hogy 31 vagy 30, mindegy, vagy hamarabb, nem tudom, na mindegy, egy IKEA-s ilyen szerszámos ládát, amiben van... Úgy hívják szerszámos láda. Na, azt mondom, szerszámos láda, amiben van kalapács, csavarhúzó, minden, ami kell. Néha használom. És mondtad neki, hogy Tomikám, ezt most magadnak vetted? Ne kelljen cipelned, amikor... Tényleg azzal, amikor átjön hozzám, hogy elérakom, hogy nekem ilyenem is van, Tomi. Tessék. Úgyhogy így, és hogyha valakinek nagyon imponálni akarok, hogy nekem ilyenem is van, és azért meg tudok szerelni valamit, akkor majd előveszem. Hogy vagányomnak mutatkozza. Ne haragudj, hogy ez borzasztó. De ma hát ez lesz. Ezzel fogsz udvarolni? Pölö. Hát előveszem, és mit szereljek meg neked? Nagyon szerintem ennél a vidámpontnál hagyjuk abba, mert nem merem ezt tovább kérdezni, ne haragudj.
Szóval jó évkezdést, boldog új évet mindenkinek. Buri, én már teljesen zavarba jöttem. Azt, hogy minden negatívomat kerüljünk ki az életünkben, meg hogy a betegség kerüljön ki minket ezen a... Próbáljuk már meg kihúzni addig, amíg nem jön tényleg valami globálisabb megoldás erre, mert... A globális felmelegedés? Nem. Tényleg az a baj, István, hogy hülyülünk, de azért egyre fárasztóbb ez. Lassan egy éve taposjuk ezt. Azt érzem, hogy a legjobb éveimben vagyok, és az, hogy mennek az évek, és hogy kéne dolgoznom, kéne fejlődnöm, például színészileg is. És valahogy erre még az élet is így leállított minket, de mindenkit, nem csak engem, hogy most akkor maradj a segeden, és most nyugodjál le. Na jó, megint olyan negatív a befejezés. De nem akarok én negatív lenni, de hát szerintem mégis elvágja ilyen az a Sanyi élet. Ott, ahol érzi. Tehát, hogy jó. Ezt most már bízzuk Sanyi, rá. Vágd ott el, ahol jó lesz. Na jól van, sziasztok, vigyázzatok magatokra. Hamarosan ismét jelentkezünk Istvánnal, mi készen állunk, és edzünk, és tanulunk. Sziasztok. Ideges. Ezt is parancsszóra.